Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Enyhül a parkológond 22 új autó beálló Szexárdon. A helyi értékek védelméért 60 millió forintból 8 település részvételével indul az új megyei program. Pályaválasztás, bonyhádi diákoknak segítettek választani a szakemberek. Diabétesz nap, folyamatosan emelkedik a cukorbetegek száma. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 22 új parkolóhelyet alakítottak ki a Zöldkert utcában Szexárdon. Az elmúlt időszakban összesen 200 új parkolóhely jött létre a Tolnai megyeszékhelyen, a jövőben további fejlesztések várhatóak. A Veselényi utca elején és a Béri Balog Ádám utca 91 és 93 szám előtt teszik könnyebbé a parkolást. Egyelőre van még hely a frissen átadott parkolóban Szexárdon a Bottyán-hegyen, de ez csak akkora délutáni időpontnak tudható be. Ezzel a fejlesztéssel régi vágyuk vált valóra a Zöldkert utca lakóinak, akik így végre meg tudnak állni a házuk előtt, és nem kell a zöld területeket elfoglalniuk. Mint egy 170 négyzetméteren kialakításra került, és 16 millió forintba került. Amelyből 30% önerő volt, a többi pedig pályázati forrásból valósult meg. Egyébként ugye ez onnan indult, konkrétan a Zöldkert utca, hogy mintegy 200 aláírásra kaptam egy levelet, hogy valamit tegyünk itt a parkolási helyzettel. Ennek a levélnek a hatására indult el a munka, a tervezés, aztán a kivitelezés is. Néhány hónap alatt ki is alakították a 22 új parkolóhelyet, mindenre egy pályázat nyújtott lehetőséget. A 170 négyzetméteres parkoló 16 millió forintba került, amihez a városnak több mint 4,5 millió forinttal kellett hozzájárulnia. A területen régen egy óvoda állt, ám évek óta csak az egykori intézmény beton alapja volt látható. De figyeltünk arra is, hogy az Erőegyi utcában lakóknak is megfeleljünk az igényeiknek, ezért nem csak a parkoló kialakítása történt meg, hanem védtük az ő oldalukat, az ő házaikat tulajdonképpen egy támfallal. Én azt gondolom, hogy olyan megoldás született, ami mindenki számára támogatható és elfogadható. Az elmúlt időszakban a város több pontján alakítottak ki parkolót összesen 150 helyjel. A jövőben további fejlesztések várhatóak. A Veselényi utca elején és a Béri Balog Ádám utca 91-93 szám előtt teszik könnyebbé a parkolást. Ezekben az utcákban mintegy 40-45 új parkolóhelyet hoznak létre. Nyakunkon az igazi téli időjárás, a legtöbb önkormányzat pedig már meg is kezdte a felkészülést a zord időkre. Szexárdon a helyi gazdasági és pénzügyi bizottság tagjai kedden reggel döntöttek arról, hogy idén melyik helyi vállalkozás felelhet majd a Tolnai megyeszékhely útjainak rendben tartásáért a téli hónapok alatt. A bizottság tagjai másodszor vették napirendre a témát, mert az első pályázati felhívásra nem érkezett be megfelelő számú pályázat. Nem csak a hó miatt történik ez, hanem a sikosságmentesítés miatt is, és erre már szükség lehet akkor, amikor ilyen 0 fok körüli minimumok vannak, de elképzelhető, hogy a közeljövőben magára a hóeltakarításra is. Végül is az Aliszkaterra, tehát a cégünk, az önkormányzat cége nyerte el ezt, és reméljük, hogy rendben is fog zajlani. Arany Rózsa díjjal térhetett haza Paksa Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny idei díjátadó ünnepségéről. A zsűri Paksnak ítélte a legrangosabb díjat a Dél-Dunántúli régióban. A város korábban már többször is eredményesen szerepelt a környezetszépítő megmérettetésen, melyen 2001 óta vesz részt. 60 millió forintból közel 100 program elemet tartalmaz az a projekt, mely 8 Tolna megyei település és a megyei önkormányzat együttműködésével valósul meg. Az elképzelések szerint a helyi értékek visszatanítását célozza a program. A megyei önkormányzat célja a megyei közösségi tudat erősítése. Azt szerettük volna, hogy a megyébe egy olyan közösség alakuljon ki, amely egyrészt magát a megyét egy zárt, egységes, erős, potenciálisan meghatározó megyévé kerekítse, teljesítse ki. A megyei önkormányzat megalakulásakor tűzte ki maga elé a vezetés ezt a célt. Fehérvári Tamás elnök azt mondta, a közösségi tudat megerősítése volt a legfontosabb feladatok egyike.
A megyei közgyűlés elnöke maga sem bízott igazán az értéktárt bizottságok sikerében. Mára kiderült, a települések felmérték értékeik fontosságát. Érdemes ebbe belállni, és munkatársaim is úgy látják, hogy amellett, hogy a megyének vannak olyan gazdasággal kapcsolatos fontos feladatai, amiket kell csinálni, és ami szintén előre visz, hát ez is egy óriási és nagyon fontos feladat. És ez nagyon-nagyon hosszú távú megtérüléssel bír ez a dolog. A területi operatív programból 60 millió forintot fordít a megye a 8 település együttműködésében létrejövő közel 100 programelem lebonyolítására, melyben a képzőművészet, a zene, az irodalom, a közösségfejlesztés és az értéktárak fejlesztése kap majd helyet. A program lebonyolításában a cselekvő közösségek hálózata és a tankerület is segíti a megvalósulást. Mondtam is, itt egy úttörő munka az egész, úgyhogy napról változni fog, és biztos, hogy lesznek benne buktatók, de ahogy mi összeállítottuk, ez egy nagyon szép dolog. Már előre várom egyébként ennek az eredményét, mert tehát a gyerekeket visszatanítani arra, amiket mi is tanultunk, és hogy vigyék tovább, ez egy csak a probléma. A másik az, hogy tényleg legyenek büszkék arra, hogy itt élnek vidéken, és legyenek büszkék arra, hogy ilyen kultúrája van a környékünknek. Ha erősek a települések, erős lesz a megye is, hangzott el a tájékoztatón. Örömmel meg fogjuk ismerni a másik településeknek is, hogy milyen értékeik és milyen kincseik vannak. Legalább ez a két év arról szól, hogy elindít talán egy olyan folyamatot, ami a jövőbe úgy tekint, hogy nem csak szomszédok, hanem barátok laknak együtt a Sió partján. A program november 28-án és 29-én a Sióalgárdi értékhangoló vetélkedővel indul. Több mint 1,3 milliárd forintos kerettel hirdetett meg pályázatokat a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a Bonyhádi térség országgyűlési képviselője sajtótájékoztatóján elmondta, a magyar kultúráért és oktatásért pályázatra 1,1 milliárd forintot különítettek el, míg a testvértelepülések kialakítását célzó felhívásra 250 millió forint áll rendelkezésre. Az államtitkár a magyar-magyar kapcsolatok ápolását, az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés erősítését jelölte meg a felhívás céljaként. Hozzátette, tavaly 260 magyarországi település és 300 határon túli település között valósulhattak meg a rendezvények. Általános iskolás diákoknak rendeztek pályaválasztási napot Bonyhádon, hogy így segítsék őket piacképes szakmákat választani. A rendezvény megszervezésére a Tolna megyei foglalkoztatási paktum adott lehetőséget. A paktumot két éve azért hoznak létre a szakemberek, hogy javítsanak a foglalkoztatási mutatókon Tolna megyében. Ez a tartós növekedés a gazdaságfejlesztés területén elkezdődött, és azóta is töretlen. Tolna megye gazdaságát jellemezte így a pénzügyminisztérium főosztályvezetője még október közepén. A szakértő szerint a javuló mutatókhoz az olyan kezdeményezések is hozzájárultak, mint a Tolna megyei foglalkoztatási paktum. A paktumot a megyei önkormányzat vezetésével két éve hozták létre. Most arra 30 tagja van a szövetségnek, az alapítók mellett a kormányhivatal, önkormányzatok, vállalkozások fogtak össze, hogy javítsanak a foglalkoztatási mutatókon, hogy így reagáljanak az egyre szorítóbb munkaerőhiányra. Ők rendeztek most pályaválasztási napot Bonyhádi általános iskolásoknak. A feladatok között szerepel azt, hogy a munkaerő olyan tudással történő ellátásához segítése, amely a mai munkaerőpiacon, a változó világban egyre növekvő igényeknek megfelelően olyan humán munkaerővel látja el a vállalkozásokat, amelyek számukra a mai kihívások mellett megfelelnek. Vagyis a program célja az volt, hogy a diákoknak már most a középiskolai tanulmányaik megkezdése előtt segítsenek olyan szakmákat választani, amiknek a birtokában könnyen tudnak munkát vállalni. Már most alapvetően a nyolcadikosokat arra orientálódni, hiszen ők akkor már készen érkeznek a munkaerőpiacra, hogy ne egymást meghallgatva, kvázi úgynevezett divatszakmákat választva döntsenek. A Tolna megyei foglalkoztatási paktumra 2020-ig több mint 1 milliárd 200 millió forintot fordíthatnak a projektgazdák.
Az eddiginél nyitottabb, a gazdasági és társadalmi elvárásokhoz jobban illeszkedő képzést akar a következő években megvalósítani Tolna megye egyetlen felsőoktatási intézménye. A Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karának júniusban kinevezett dékánja Szécsi Gábor Kerekasztal című műsorunkban elmondta, a szekszárdi kar fejlődése érdekében új intézményi egységek és kutatóközpontok alakulnak az oktatás a tudományos munka fejlesztése érdekében. 3 ilyen kutatóközpont kialakítását tervezzük, és ezeknek a kutatóközpontoknak a fenntartásáról, működtetéséről együttműködési megállapodást kötünk mind a megyei jogú várossal, mind a megyével, várhatóan még az idén. Ezek a kutatóközpontok egyfelől a pedagógia irányából, másfelől az innovatív tevékenység, a vállalkozások irányából próbálják integrálni az erőket, és próbálják nyitni a kar lehetőségeit a helyi társadalom és gazdaság irányába. Magyarországon épp úgy, ahogy a világ számos országában népbetegségnek számít a cukorbaj. Az egészségügyi ellátórendszer folyamatos tájékoztatással próbálja felhívni a figyelmet, és nagy hangsúlyt fektet a prevencióra. A Tolna megyei Balassa János Kórház diabétesz napján lehetőség volt az állapot felmérésre. Egy az 1980-as évek közepén készült felmérés szerint a megye lakosságának 2,5%-a szenvedett cukorbetegségben. Ez a szám már 6-10% között mozog, körzetektől függően. Ez attól is függ, mennyire idős a lakosság az adott körzetben, mondta Sudár Zsolt belgyógyász főorvos. Magyarországon az ismert cukorbetegek száma is a 700 ezer körüli, és ha hozzátesszük a nem ismert vagy a cukorbetegség előszobájában levő csökkent cukortolerancia, kóros éhgyomri értékű betegeket, akkor 1 millió. Betegről beszélhetünk. Ez már nagyon komoly szám. A világon 400 millió fölött van a cukorbetegek száma, és ez kicsit növekvő tendenciát mutat. Magyarországon az utolsó számok szerint talán stagnál, egy platófázis látszik, de hát ne hamarkodjuk el. A betegség kialakulásáról és az együttélésről számtalan oktatóanyag készül, és számos konferencia segíti a megelőzést. A Balassa János Kórház egészségfejlesztési irodájának kezdeményezésére is sokan voltak kíváncsiak. Megelőzni kellene a bajt, és bizony így van, hogy megelőzni kellene, hogy mi egészségügyi dolgozók már ne találkozzunk a betegekkel, hanem maradjanak egészségesek minél tovább, minél hosszabb ideig. A jelentős betegszám növekedés mögött a helytelen táplálkozás, a mozgáshiány és a stressz áll elsődlegesen. A betegség hosszú idő alatt alakul ki, akár egy esztendővel a kialakulás előtt is a bélflóra beszűkülése kimutatható, mondja Sudár doktor. Éppen ezért kiemelkedően fontos az odafigyelés a táplálkozásra. Szakályban évtizedes hagyományra tekint vissza az idősek köszöntése. Ilyenkor a helyi óvoda és iskola gyermekcsoportjai kedveskednek műsorral, de természetesen a humoráról megyeszerte ismert szakályi nyugdíjas egyesület is fellép rendszeresen. Idén az ünnepi műsort kora esti vacsora és táncmulatság követte. A Szakályi Nyugdíjas Egyesület Tolna megye szerte ismert nevettető elemekkel tűzdelt műsorairól. Szakályban a szépkorúak köszöntésén humorral átköltött dalokkal léptek fel többek között. A településen hosszú évek óta november végén Erzsébet nap tájékán köszöntik a 65 év felettieket. Azt gondoljuk a testülettel együtt, hogy megérdemlik. Tényleg egy ilyet ledolgoztak, felneveltek bennünket, útunkra bocsátottak bennünket, minden jó elláttak bennünket, azt gondolom, hogy ez a rendezvény jár nekik. Mindenről megtartjuk, és örömmel tesszük, mert úgy érezzük, hogy szükség van rá, igénylik is az emberek, és nekünk jól esik, hogy ilyen alkalommal is köszönhetjük, és megköszönjük nekik az eddig elmúlt éveket. A Szakályi Művelődési Házban hétfőn az egész délután felölelő programon felléptek a helyi óvoda és iskola gyermekcsoportjai, majd Staudt Renáta koncertje után Gáspár Attila és Pápai László adtak műsort a megjelenteknek. A település minden évben vacsorával és azt követő táncmulatsággal kedveskedik ilyenkor a szépkorúaknak.
Idén is Szekszárd ad otthont a hagyományos légfegyveres Hungarian Opennek, amelyen 16 ország 300 versenyzője vesz majd részt péntektől vasárnapig. A viadal nem csupán Európában népszerű, hiszen például Japánból és Dél-Koreából is érkeznek lövők. A verseny 2016 után tér vissza Szekszárdra, ahol a korábbiaktól eltérően nem két, hanem három napon át zajlanak a küzdelmek. A régió híreivel folytatjuk műsorunkat. Cél a kiváló szakemberek képzése, együttműködik a Hauni és a Pécsi Tudományegyetem. Férfi nap, darts verseny a kaposvári könyvtárban kedvezményekért. 90%-os kárt is okozott a márciusi fagy, a késői érésű gyümölcsökben bíznak a pálinka főzdék. A Pécsi Tudományegyetem több szervezeti egysége által megálmodott nemzetközi rendezvénynek adott otthont Pécs innovációs napokat tartottak, ahol a nemzetközi meghívottak mellett társrendezőként kapcsolódott az eseményhez a helyi iparkamara. Ma az innovációs folyamatok, az újdonságok gyakorlati hasznosítása versenyelőnyt jelent minden ország gazdaságának, ezért hozta létre a hazai kormányzat idén az Innovációs és Technológiai Minisztériumot, az egyetemek pedig a kutatásfejlesztés központjaiként kapcsolódhatnak az innovációs folyamatokhoz. Előadásokat tartottak az egyetem Halasi Nagy József aulájában hétfőn. Ez volt az intézmény és a helyi iparkamara által szervezett innovációs napok helyszíne. Innovációs szisztémában, ökoszisztémában nagyon, nagyon fontos a bizalom kérdése. Hiszen itt olyan kényes üzleti dolgokról kell néha tárgyalni, amelyek egyébként csak akkor tárgyalhatunk ki normálisan és rögzíthetők szerződés és formában, ha ez a szükséges bizalom ez létrejött. Az egyetem innovációs tevékenységének folyamatainak bemutatása volt az egyik téma a konferencián. Kiderült, hogy vannak még olyan szabályozási gátak, amik megnehezítik az egyetemi innovációk gyakorlati hasznosítását. Per pillanat az egyetemek megkötöttségei még túlságosan nagyok ahhoz, hogy hatékonyan részt vegyenek az innovációs folyamatban. Közösen a minisztériumokkal azon gondolkozunk, hogy hogyan lehetne kialakítani egy új olyan eljárásrendet, amiben a kollégák ilyen irányú tehetsége kibontakozhat. Talán a konferenciának a legfontosabb eleme éppen ez. Mint ismert, idén alakította meg a kormány az Innovációs és Technológiai Minisztériumot, éppen azzal a szándékkal, hogy növeljék Magyarország gazdasági versenyképességét. A minisztérium is bemutatkozott a pécsi kétnapos nemzetközi innovációs napokon. Fenntartható gazdasági fejlődés nem létezhet sem hatékony és kezdeményező iparvállalatok, sem megfelelő képzési és innovációs háttér nélkül, hangzott el a Hauni Hungária Pécsi üzemében. A vállalat és a Pécsi Tudományegyetem együttműködési megállapodást kötött. A szerződés célja, hogy kiváló szakembereket képezzenek az egyetemen, a térség vállalataival együttműködve. Együttműködési megállapodást írtak alá a Pécsi Tudományegyetem és a Hauni Hungária vezetői. A szerződésben foglaltak szerint a felek célja, hogy magas szintű tudással rendelkező szakembereket képezzenek, főként gépipari, informatikai és elektrotechnikai területen. A modern gazdasági fejlődés megkívánja, hogy az egyetem oktatási és kutatási tevékenységei kibővüljenek, hangsúlyozta Jenei Zoltán kancellár. Ennek nagyon sok megjelenési formája lehet, egy közös pályázat, a duális képzésnek sokféle formája. És úgy gondolom, hogy ez valamennyiünk számára egy közös sikert fog hozni, hiszen ennek köszönhetően az egyetemen tanulók sokkal nagyobb eséllyel találják meg a számításaikat a körülöttünk lévő világban, és az is nagyon lényeges, hogyha a kutatási területen megpróbálunk közösen gondolkodni, akkor az ott elért siker valamennyiünk számára hasznossággal bír majd. A Hauni kapcsolata jelentős múltra tekint vissza a régió első számú felsőoktatási intézményének több karával, emelte ki Megyeri János. A Hauni ügyvezetője hozzátette, az innováció nagy szerepet játszik mind a cég, mind az egyetem életében. Itt egyébként elsősorban nem a termékfejlesztésben, hanem inkább a folyamatok fejlesztésében számítunk az egyetem szaktudására, illetve az egyetem elméleti tudását szeretnénk kombinálni a mi saját szaktudásunkkal, itt szerzett tapasztalatainkkal.
a Hauni bekapcsolódik az egyetem alkalmazott kutatási projektjeibe, és a térségvállalataival együttműködve segítséget nyújt a tananyagok aktualizálásában, fejlesztésében. A vállalat pécsi üzemében használt gyártóberendezések és technológiák megismerése révén a hallgatók naprakész tudással rendelkeznek majd, hangzott el az eseményen. A Nemzetközi Férfinap alkalmából darts versenyt hirdetett a kaposvári könyvtár, aki eltalálta a táblát, már biztosan valamilyen kedvezményben részesült, akár új beiratkozó, akár meglévő olvasójegyét készült meghosszabbítani. A könyvtárban minden alkalmat megragadnak, hogy megőrizzék régi olvasóikat, illetve újakat csábítsanak az intézmény falai közé. A Nemzetközi Férfinap egy újabb apropót adott erre. Töltöttük a fejünket, hogy milyen játék is jöhet szóba, ami esetleg itt a könyvtár keretein belül is megvalósítható. És akkor elvonult mellettünk egy kolléganőnk, és mondta, hogy hát én nekem otthon van dárcom. És abban a pillanatban már le is csaptunk az ötletre, hogy hát ha van, akkor dárcozni fogunk. Azt, hogy jó-e a dobás és hogy mennyit ér, egy ifjú hölgy, Neumayer Kitti felügyelte, aki háromszoros ifjúsági Európa-bajnok. Szerintem első próbálkozásra olyan volt, mint amire számítottam. Nagyon-nagyon sok gyakorlást igényel, ahogy már elmondtam, viszont ahhoz képest eltalálták a táblát, úgyhogy szerintem eredményesek voltak. Voltak olyan vállalkozók is, akiknek már könnyebben ment, hiszen otthon is gyakoroltak, de nem csak a darts miatt jöttek, hiszen rendszeres látogatói a könyvtárnak. Nagyon sok év volt a tagja vagyok a könyvtárnak, és minden ilyen kedvezménynek, kezdeményezésnek nagyon örülök. Hát ugye értesülünk, hírleveleket kapunk, tehát és az meg, hogy a férfi nap alkalmából ilyen lehetőségünk van, én azt gondolom, hogy ha lehet teheti, mindenki éljen vele. Néhány iskolában is úgy gondolták, hogy jó alkalom ez arra, hogy több fiatalt csábítsanak a könyvtárba. Reméltem, hogy lesznek olyan dobóink, akik azért be tudnak iratkozni a könyvtárba, mint itt mögöttem már látszik is, mert van a fiatal ember, aki nyert egy ingyenes beugrót a könyvtárba. Hát talán reméljük, hogy ezzel a többieket is megnyerjük a könyvtár használatra. A dobás pontosságától függően alakultak a kedvezmények is. Aki például bult dobott, egy évig ingyen használhatja a könyvtár szolgáltatásait. Az idei az egyik legrosszabb év a pálinka főzdékben. A kora tavaszi fagy egyes gyümölcsökben 90%-os kárt is okozott, mondja egy baranyai üzemvezető. A szakember szerint a késői érésű almából és körtéből jó minőségű italok készülnek. A legkiemelkedőbb azonban a szőlő, melyből a kedvező időjárás miatt szintén magas minőségű pálinkát tudnak főzni az üzemek. A márciusi fagyok okozták a legnagyobb károkat a gyümölcsösökben, mondja egy baranyai pálinka főzde üzemvezetője. 25 éves működésük alatt idén először fordult elő, hogy nem készítettek kajszi, illetve őszi barack pálinkát. Ezek a gyümölcsök mentek tönkre a legnagyobb mértékben ebben a térségben. Viszont ami az idei évben úgymond valamilyen szinten kárpótol minket, azok a későbbi virágzású gyümölcsök. Gondolok itt a későbbi szilvákra, a körtére, almára, illetve hát legfőképpen a szőlőre. Úgy néz ki, hogy idén ezek a gyümölcsök mentik meg úgymond a szezont, hát nem a legjobb gyümölcsév az idei. A körte és almapálinkák idén átlagos mennyiségű gyümölcsből készülnek, jó minőségben. Az év vége felé közeledve azonban a szőlő lesz a kiemelkedő alapanyag, tette hozzá Zsuberác Gergő. A késői érésű fajták a kedvező időjárás miatt szintén magas minőségűek. A legkedveltebb az írsai, de a törkölypálinkák is népszerűek. Minden a libáról szólt a hétvégén Siófokon. A hagyományos libadalomban a gyerekeknek libás játékokkal kedveskedtek, de szárnyasból készült ételekkel is vártak a helyieket és a városba látogatókat. Bár Szent Márton napja már elmúlt, Siófokon ezen a hétvégén minden a libáról szólt. Három napon át a gasztronómiájé volt a főszerep a belvárosban. Zuza pörköltet eszek, tarhonyával és nyak van benne. Nagyon finom. A tradicionális liba ételek mellett újdonságokkal is találkozhattak az érdeklődők. Libamell risottóval, aprólék libamell, illetve kis zúza, borsó, rizs. Tehát egy ilyen kásaszerűség. Az egyik legnépszerűbb étel azonban a libagulyás volt. A libahús van benne, a csonttal mindenne, ugye mint egy csirke benne van minden része, de a zöldségek, mert minden az ugyanaz. Nagyon finom. A gasztronómiai élmények mellett családi programok, bemutatók és más kulturális események várták a látogatókat a háromnapos siófoki libadalmon.
Végül nézzük, miről szólt a híradó. Enyhül a parkológond, 22 új autóbeálló Szekszárdon. A helyi értékek védelméért 60 millió forintból 8 település részvételével indul az új megyei program. Pályaválasztás, bonyhádi diákoknak segítettek választani a szakemberek. Diabétesz nap, folyamatosan emelkedik a cukorbetegek száma. Szerdán borongós időben csak kevés helyen süthet ki rövid időre a nap, jelentéktelen eső szitálás helyenként előfordulhat, de enyhül az idő. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatalj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahová képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!